Hadházi Ákos már itt is van a stúdióban. Jó reggelt kívánok, még egy utolsó kort, aztán kezdhetjük is a beszélgetést. Hogy készülnek a mai demonstrációra, tüntetésre? Hány emberre számít? Nagyon nehéz ezt megmondani. Az előbb megnéztem az időjárás jelentést. Az időjárás szerintem nagyon kedvez, illetve nagyon sokan megosztották azokat a cikkeket, amik erről szóltak. Ugye én nem tudok milliárdokért hirdetéseket feladni, ugye napról napra látjuk, ahogy a kormány hirdeti a kormánypárti tüntetést, mi ezt nem tudjuk megtenni, de nagyon sok visszajelzést kapunk, hogy nagyon sok ember el fog jönni. Csak azért kérdezem, mert valószínűleg, hogy ezek készülnek, ők nézik azt is, hogy kik lesznek ugye a felszólalók. És lehet, hogy néhány ember számára csalódást okoztak akkor, amikor Vágó Gábor felszólalására is számítottak, és most úgy tűnik, hogy Vágó Gábor mégsem fog felszólalni. Elismeri azt, elfogadja Vágó Gábornak azt az érvelését, hogy tulajdonképpen őt így a háta mögött megvezették, és azért nem lehet ott. Hát nézze, én olvastam ezt a posztot, legkomolyabban mondom, hogy nagyon szomorúan olvastam, és a legkomolyabban mondom, hogy nem is teljesen értem, nem szeretnék ennél többet ezzel foglalkozni. Van róla véleményem, nem szeretném elmondani. Sokkal fontosabb, tehát... Bocsánat, én ezt szóba hoztam, Hadházi úr, akkor hadd képviseljük Vágó urat is, hogyha már nincs itt a stúdióban. Ő azt mondta, hogy szerinte az történt, hogy Horváth András, aki egyébként fel fog szólalni ezen a mai tüntetésen, jelezte, hogy Hadházi nem akarja, hogy felszólaljak, mert szerinte megosztó ember vagyok. Ez igaz? Még egyszer mondom, nem fogom kommentálni ezt a hírt. Nagyon szomorú vagyok miatt, emiatt a poszt miatt. Nem fogom kommentálni. Sokkal-sokkal fontosabbnak tartom. De ön annál, akkor hogy nem mondott ilyet, kérem, hogy ne szólaljon föl, Sokkal-sokkal fontosabbnak tartom annál Vágó Gábor személyénél is, de másnak a személyénél is, ki beszél, ki nem beszél. Igen. Egy fontos dolog van most a magyar, és nem nagy szó, ez nem túlzó nagy szó, hogy a jövőnk szempontjából is nem az a fontos, hogy ki beszél, mit beszél, az a fontos, hogy ki mennyi aláírás gyűjt. Tehát az számomra egy érdekes van, az LMP-ben is csak az az érdekes, Vágó Gáborban is csak az az érdekes, mennyi aláírás gyűjt. Ez egy fontos tüntetés lesz, remélem, hogy sokan eljönnek, egy szép tüntetés lesz, fontos tüntetés lesz, jöjjenek el, ezzel is ki tudjuk fejezni azt, hogy az Európai Uniós ügyészséghez csatlakozni akarunk, ezzel is ki tudjuk fejezni, fontosak a szimbólumok, hogy nem mi vagyunk a korruptak, hanem a kormányunk az, ezzel is ki tudjuk fejezni, hogy Európához akarunk tartozni. Ezek nagyon fontos szimbólumok, de sokkal fontosabb az aláírásgyűjtés jelen pillanatban, ez egy nagyon komoly cél, 120 ezer körül vannak már ezek az aláírások. És mennyi a cél? 1 millió a cél. Ez minden jel arra mutat, hogy ez egy nagyon szép lavina kezd lenni, ugye a lavina is általában egy kis hógolyóból indul, ezt is ugye egy független képviselő kezdte, azonban egyre többen és többen állnak bele ebbe az ügybe. Hány az is nagyon fontos. A mi önkénteseink, ez körülbelül most olyan 60 helyet, ahol úgymond kiállunk a piacra, de ennél sokkal-sokkal fontosabb, hogy több ezren, sok tízezren töltötték le az internetről, le lehet tölteni ezeket az aláírásgyűjtő íveket, és gyűjtenek. És van olyan állampolgár, aki már azzal hívott fel, hogy már 800 körül gyűjtött ő maga egy községben, amikor 1000 lesz, akkor ezt át fogja adni. Ez egy olyan lavina lesz, ahol minden esély megvan arra, hogy összegyűlik. Kérdezik sokan, össze lehet-e gyűjteni? Hát hogy ne lehetne összegyűjteni? Hát én kérdem, hogy nincs ma Magyarországon 1 millió ember, akinek elege van abból, hogy gyakorlatilag a szemünk előtt lopják el a jövőnket, dehogy nincsen. Na, akkor itt viszont álljunk meg egy kérdés erejéig, mert nem biztos azért, hogy minden nézőnk tisztában van ám azzal, hogy mire is gyűjtenek, vagy milyen aláírásokat, hogy minek apropóján gyűjtenek aláírásokat. Az Európai Uniós ügyészséghez csatlakozást szeretnénk elérni. Az Európai Uniós ügyészséghez gyakorlatilag már minden olyan ország, Lengyelország és Magyarország kivételével minden ország csatlakozott, aki ezt annak idején a belépéskor vállalta, hogy az ilyen együttműködésekben létrejön az Európai... Ahhoz, hogy ez létrejön, Hadházi úr, van-e jelentősége annak, hogy 300 ezer aláírás fog összegyűlni, vagy az ön által célként meghatározott 1 millió aláírásnak kell összegyűlnie? Van jelentősége az, hogy ez a politikai nyomás, hiszen egy petíció, egy aláírásgyűjtés, egy politikai nyomásgyakorlás. Egy kicsit hasonlít a tüntetéshez, de más, mint a tüntetés. A tüntetést azt meghirdetjük, kirakunk egy színpadot, hangosítás, és megnézzük, hogy mennyien jönnek el. Amit most csinálunk, az sokkal munkásabb, nagyon sok
munka kell hozzá, sok ezer embernek a munkája kell hozzá, egyenként szedjük össze az embereknek az elégedetlenségét. Az, hogy egy politikai nyomásgyakorlásnak mennyi ereje van, mekkora a kényszerítő ereje, az attól függ, hogy mennyien írják alá. 300 ezer aláírás is komoly dolog, az is nagyon komoly dolog. 1 millió aláírás még komolyabb, hogyha 1 millió 300 lesz, az pedig még komolyabb. Megértettem. Ilyenkor mi az ön fejében zajló menetrend, forgatókönyv, hogy addig fogja gyűjteni ezeket az aláírásokat, amíg nem lesz meg az 1 milliómodik, lehet, hogy 10 év múlva lesz, most arra ugyan, hogy ezt mondom, vagy pedig azért lesz egy határ, azt mondja, hogy nem tudom, én 2019. március 15-ére befejezem. Igen, annak, hogy ez a politikai nyomásgyakorlás mennyire erős, tehát a kormányt mennyire kényszeríti, és majd erre még hagy térjek vissza. Az egyrészt függ attól, hogy mennyi gyűjtünk össze, de mindig elmondom, hogy természetesen függ attól, hogy mennyi idő alatt. Tehát ahogy ön mondta, én is ezt szoktam mondani, ha 10 év alatt gyűlik össze az 1 millió aláírás, hát az nem ér, vagy annak nem túl sok értelme van. Mennyi időt amit adott? Mi kitűztünk magunk elé, hogy ebben az évben szeretnénk a nagyon nagy részét ennek az aláírásnak összegyűjteni. Sokat. Tehát ennek szeretnénk ebben az évben nagy részét összegyűjteni. Amíg van értelme, amíg van értelme. Mondjuk, hogy legyen amíg, meg a 500 000. Nagyon sokat szeretnénk összegyűjteni, azt szeretném, hogy meg legyen az idén, de ha nincs meg, van értelme tovább gyűjteni, egészen az Európai Uniós választásokig, a tavaszi választásokig van értelme. Utána azért nincs, mert akkor el fog jönni az igazság pillanata. Ugye vagy az lesz, amit szeretne a magyar miniszterelnök, hogy szétrúgja gyakorlatilag itt a teljes Európai Uniót, és olyan pártok győzzenek, akik mindent megtesznek azért, hogy ez az egész szétessen. Szerencsére most úgy tűnik, hogy ez nem fog megtörténni. Ha nem történik meg, akkor pedig azért jön el az igazság pillanata, mert az Európai Unió felül is egy nagyon-nagyon kifejezett kényszer érkezik a kormány felé, abba az irányba, hogy csatlakozzunk. Tehát amikor ugye sokan mondják, hogy hát ez a 1 millió aláírás sem kötelező erejű a kormányra, én el szoktam mondani, hogy igen, az egyik oldalról viszont ezzel megadjuk a nagyon komoly nyomást. Viszont a másik oldalról már most is nagyon komoly nyomás alatt van az ellenzék, vagy a kormány. Sajnos alig beszélünk róla, pedig egy nagyon fontos tény és nagyon izgalmas dolog, hogy mi történik azzal az 1000 milliárd forinttal, amit a kormány kifizetett már előlegként az uniós támogatások terhére, de Brüsszel nem küldi, mert Brüsszel asztalán ott állnak stócokba a csalásra a bizonyítékok. Egy nagyon másik, nagyon fontos kis pici hír, igen, hogy most már nem csak egyszerűen nem küldi, hanem fel is függesztette ezeket a hatalmas operatív programokat, ezeket a sok 100 meg 1000 milliárdos programokat. Ez pedig azt jelenti, hogy ha december 31-ig nem küldi, akkor onnantól kezdve ez a hiányunkban megjelenik. Ez program felfüggesztéséről. Ezek a legnagyobb programok, éppen az előbb volt, ugye Simonka úrnak a visszaéléseiről szól, ugye itt ez a területfejlesztési operatív programok, éppen azért, mert azt látják, hogy mindenféle kontroll nélkül mennek ezek a dolgok. Ha már szóba hozta Simonka Györgynevét. Igen, csak ezt hagyj fejezem be. Tehát hogyha december 31-ig nem jönnek ezek a pénzek, hatalmas baj lesz, onnantól kezdve a magyar államháztartási hiány ez azonnal a duplájára fog ugrani, ennek egészen beláthatatlan következménye lehetnek rövid időn belül. No, szóval, ha már így szóba hozta Simonka Györgynek a nevét, hogy az ellenzék, vagy ön, mint független képviselő lát abban bármiféle tudatosságot, hogy na, most talán nem véletlenül Simonkának a nevét húzták elő ebből a kalapból? Hát volt olyan vélemény, aki azt mondta, hogy az, hogy most ő neki kérték a mentelmi jogának a felfüggesztését, ez már úgymond az aláírás gyűjtés sikere, hogy a kormány úgymond annyira fél az Európai Uniós ügyészségtől és ettől az aláírás gyűjtéstől, hogy most akkor megmutatja, hogy na, akkor kikérjük a Simonkának a mentelmi jogát. Én nagyon fontosnak tartom, hogy ez az tény, hogy ő neki kikérték a mentelmi jogát, és úgy tűnik, hogy elengedték a kezét, ez nem azt bizonyítja, hogy Magyarországon a magyar ügyészség működik, és jól működik. Ez az ügy éppen azt mutatja, hogy a magyar ügyészség szabotálja ezeket a nyomozásokat. Én jó magam már egy éve láttam olyan nyomozati anyagokat, amelyikben ugye az a néhány ember, a néhány tucat ember, aki ezt a hálózatot működtette ott Simonka körül, az ő rá vallott. Ennek az embernek már réges-régen a véleményem szerint vezető száron el kellett volna, hogy vigyék, és ennek az embernek réges-régen nem szabadott volna megengedni, hogy próbálja a nyomokat eltüntetni. Nagyon egyszerűen, ugye az előbb szó volt róla, össze lehet foglalni, mi az ügy lényege. Az a lényege, hogy Simonka György körül is
nem csak ők körülötte, máshol is van ilyen, kialakult egy olyan hálózat, amelyiknek az egyik tagja megnyerte az uniós pénzt, és utána megbízta a másik tagot, például 20 millió forintért dinnye kóstoltatással, 15 alkalommal. No, Rónai Sándornál ez nem sikerült, de önnél biztos, hogy fog sikerülni, ugye azért, hogy minél többen legyenek, mondjuk el akkor, hogy... Hol lesz ez a tüntetés, ahova igen, várják az embereket, és hány órakor? Igen, ez a BEM téren lesz, és 15 óra 45 perckor, úgy ma olvastam az önök internetes oldalán, hogy rossz időpont jelent meg, tehát nem 15 órakor, 15 óra 45 perckor kezdődik. Mi már 15, az ATV-s tábja már 15 lesz, órakor, ott lesznek, és várunk mindenkit, nagyon fontos tüntetés lesz. Aki még nem írta alá az aláírás gyűjtő ívet, mert van egy nagyon édes teher rajtunk, hogy mikor, nagyon sokan kérik, hogy mikor lehet már hol lehet aláírni, az jöjjön alá, és ott el is alá tudja írni. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen.